ott Ukrajnában bevezették a független tesztelést, többek között ukrán nyelv és irodalomból. Azóta folyamatosan a nemzeti kisebbségek azzal a problémával állnak szemben, és egyébként nem csak a nemzeti kisebbségek, hanem az ukrán anyanyelvű gyerekek is, hogy nem mindig sikerül leadniuk a független tesztet ukrán nyelvből és irodalomból. És az utóbbi években egy olyan kép alakult ki, vagy egy olyan helyzet alakult ki, hogy mindenféle oktatási szinttel összefüggött most már ez a bizonyos független tesztelés. Ugye az előző években volt lehetőség arra, hogy a felsőoktatásba a független tesztelés nélkül is bekerülhetnek a fiatalok. Ugye onnantól kezdve, hogy a molocsi specialist képzési szinten leadják a vizsgákat, sikeresen diplomát szereznek, utána átkerülhettek bachelor képzési szintre. Viszont az elmúlt években ezt a lehetőséget megszüntette a minisztérium, és kötelezővé tette mindenféle felvételi esetében az ENO meglétét, a sikeres szertifikátoknak ugye a megszerzését. És ebben az évben úgy sikerült, hogy a főiskola felsőfokú szakképzési intézetében tanuló néhány diákunknak másodszorra sem sikerült leadniuk a független teszten, ugye ez az érettségi vizsga keretein belül az ukrán nyelvet. És ennek megfelelően a minisztérium kiadott egy olyan levelet, amelyben egyértelműen leírta azt, hogy azok a hallgatók, azok a diákok, akik nem tették le másodszorra sem a vizsgát ukrán nyelvből, ezeket a hallgatókat ki kell zárnunk. Vagyis nem adhatunk nekik diplomát, attól függetlenül, hogy ők a tantervet teljes egészében teljesítették. Tehát lényegében ők diplomára jogosultak ahhoz, hogy kapjanak diplomát, de mivel nem sikerült az ukrán nyelv érettségi vizsgájuk, ezért őket ki kell zárnunk. Mi ezzel a kizárással az idén vártunk, nem tettük meg ezt azonnal, úgy döntöttünk, és erről főiskolai tanácsi rendelet és határozat is volt, hogy ezt a bizonyos kizárást addig halasztjuk, ameddig csak lehet. Ezzel mi nem sértettünk semmilyen szabályt, ugye ez a saját jogkörünkön belül, toltuk ezt az időszakot, és közben megtettünk minden lépést annak érdekében, hogy megnézzük, mik a lehetőségek. Úgy gondoltuk, hogy igazságtalan az, hogy ezek a gyerekek, akik teljes egészében teljesítették a tantervet, mégsem adunk nekik diplomát, csak azért, mert az ukrán nyelvből nem adták le azt a bizonyos vizsgát, ugye az érettségi vizsgát. De mindeközben ugye a maga a vizsga az két komponensű. A független tesztelés, tehát azt a bizonyos ZENO-t letették. Tehát egy ilyen teljesen nonsensz helyzet alakult ki, amikor a vizsgájuk ukrán nyelvből az érettségi vizsga nem sikerült, de a szertifikátot mindeközben megkapták. És utána jártunk a dolgoknak, hogy mit is lehet tenni ilyenkor, és nagy örömünkre néhány hét múlva, vagy néhány nap múlva megjelent egy új minisztériumi levél, ami körülbelül három oldalon keresztül taglalta ezt a helyzetet, hogy mi itt a megoldás. Egy rettenetesen bonyolult és nehéz nyelvezettel megírt levél volt, gyakorlatilag értelmezhetetlen. De volt benne egy olyan bekezdés, amelyben azt írták, hogy a felsőoktatási intézmény önállóan dönthet arról, saját jogkörén belül, hogy végül is kiadja az ebbe a kategóriába tartozó hallgatóinak vagy végzőseinek a diplomát, vagy sem. A minisztérium kivételes esetben ebben az évben lehetőséget adott, hogy amennyiben a felsőoktatási intézmény úgy dönt, hogy kiadja a diplomát, akkor ezt megteheti. Mi úgy döntöttünk, hogy akkor élünk ezzel a lehetőséggel, attól függetlenül, hogy a levél nem volt teljesen egyértelmű, de mi kerestük a lehetőségeket a minisztériumnál közvetlenül, levelekben, telefonbeszélgetésekben próbáltuk megkeresni azt az embert, aki nekünk egyértelmű választ tud erre adni, és szerencsére sikerült elérni azt az embert, aki maga azt a levelet írta. És így felvettük vele konkrétan azzal a hölgyel a kapcsolatot, aki végül is nem első alkalommal, de többszöri telefonbeszélgetés után végül is megértette, hogy mi mit szeretnénk, és felvette a kapcsolatot azzal a bizonyos céggel, amit InfoResource-nak neveznek, amely működteti az egész egységes felsőoktatási informatikai rendszert, azt a bizonyos JEDEBO rendszert, amelyen keresztül mi is a diplomákat tudjuk igényelni, a diplomák sorszámát. És ez volt az érdekes helyzet, hogy magának a minisztériumnak kellett kiegyeznie ezzel az InfoResource céggel, hogy végül is az InfoResource engedélyezze nekünk az elektronikus rendszeren keresztül a diplomák sorszámainak a megrendelését, generálását. Ez egy hosszú, több hétig tartó folyamat volt, de végül is sikert értünk el, és ennek köszönhetően ugye a mai nap
ez a hat hallgató, aki nem kaphatott volna a diplomát annak a bizonyos első levélnek a kijelentése alapján, de végül is a minisztérium saját maga is elismerte, hogy egy jogi ellentmondás lépett fel lényegében. Beismerték a saját hibájukat, és a második levéllel igyekeztek ezt kijavítani, mi pedig éltünk a lehetőséggel, és ennek köszönhetően a mai nap ezek a hallgatók diplomát szerezhettek, és megkaphatták azt, amit egyébként kiérdemeltek teljes mértékben.